komikusként kezdte sikerekben gazdag pályafutását a 20-as években. Ettől kezdve csaknem fél évszázadon át, ha belépett a színpadra, vagy csak a nevét hallották, már is kacagott a közönség. 24-ben lett a Fővárosi Operett Színház tagja, és neve rövidesen fogalommá vált az operett világában. Öcsével, Árpáddal végig bortyázták Európa és Észak-Afrika legkülönbözőbb kabaréit és zenés színpadait. 37-től kezdve filmkomikusi szerepében is egyre népszerűbb lett, és Latyi figurája 60-as években kedvence volt a gyermekeknek is. Egy alkalommal megkérdezték tőle, hogy mi a nevettetés titka. Ha akarnék, sem tudnék erről semmiféle titkot elárulni, felelte. A humor egyenlő az emberismerettel. Csak nyitott szemmel járó ember tud nevettetni. Igen gyakran lépett fel Kismanyival együtt, aki színiiskoláját 28-ban Kolozsvárot végezte el, de már 2 éve korábban, mint növendék, Janovics Jenő kolozsvári magyar színházában szerepelt. Csiki Gergely Nagymama című darabjában lépett először színpadra. Később Miskolcra szerződött, és egy évvel később már Szegeden találjuk, ahol operettek szubrett szerepét alakította. Páger Antal volt a táncos komikus partnere, akivel minden operettet sikerre vittek. De Kismanyi színpadi karrierje igazán 1938-ban indult el. Horváth Árpád rendező javaslatára a Fővárosi Operett Színház szerződtette, és rövid idő alatt a legkedveltebb szubrett lett. A felszabadulás után egy ideig még operettek komika és szubrett szerepét alakította. Drámai tehetsége a Madás Színházban bontakozott ki, ahol főként Csehov, Gogol és Brecht műveiben nyújtott maradandó emlékű alakításokat. Eizemann Mihály és K. Halász Gyula Fiatalság Bolondság című operettjéből az egyszerű kis dal Kismanyi előadásában lett emlékezetes. Én itt megkérem a nénit, megkérem a bátyit, aki kis kibánykit, hogyan él a babcik az árvalány, figyeljenek jól rejám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha neki a kezükbe torta van, azért sírom el magam, mivel ahhoz sose jutok én. Jaj, de jó a havot, hiszem én, magyarok, van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért dokogok, tudom, sajnálnak az angyalom. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy szél kicsli az uzonnát. Közze jó édes trén, illata felfelé. Jaj, de jó a havos ütemény. Édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek, és ezért, ha álmodik a babcika, egy kis arany taxiba, beleülés a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki árva és egyedül áll. Jaj, de jó a havos ütemény, magyarok van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy szél kicsli az uzonnám. Közze jó édes krém, illata felfelé. Jaj, de jó a havos ütemény.
Az Egy bolond század csinál című filmben egy rettenthetetlen oroszlán vadász és egy félénk pesti kisember megtévesztő hasonlatosságából származó bonyodalmak képezték a filmtörténet alapját. Latabár Kálmán ebben a kettős szerepben egyik legjobb film alakítását nyújtotta. Nos, milyen szortával lőttük a rizottéros? Dobos szortával? Akkor halljuk a dobos! Segítsélek! Az élet nem nehéz, az ember rá se néz, soha van néha az űrben igazán. Fel se vesz, a kezét meg ne edd, az ember csak nevet, van az eszmékök. Mert nincsen lakat a számon, ha felkötnek se bánom, én megmondom, akármi is lesz. Szép az élet, ha zajlik, a cikkfajták se bajmi, a kis tüdőt lélegzetet vesz. Beszéd volt, hát lehet újra kezdeni, nem kell azért a kedved elveszteni. Mert külön vagyok mindannyinál, egy bolond a százat csinál, fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki nem ember. Mert nincsen laktat a számon, ha felkötnek se bánom, én megmondom akármi is lesz.